Jó napot kívánok, ez az aktuális sorskérdésről fogunk ma beszélgetni Cseresnyés Péter államtitkárral, a térség országgyűlési képviselőjével, akinek vendégei vagyunk. Képviselő úr, államtitkár úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, illetve hogy befogadott ide a saját irodájába. Amikor jöttem a beszélgetésre, és egy kicsit gondolatban és lélekben készültem, bevallom, hogy Marlene Dietrichet és Edith Piafot hallgattam, ugye Németország és Franciaország, és hát a bevándorlás kapcsán beszélhetünk Németországról és Franciaországról, és talán kezdjük innen. Mi most a helyzet bevándorlás ügyben Európában? Hol tartunk a németekkel, hol tartunk a franciákkal, hol tartunk Brüsszellel, és hol tartunk a V4-ekkel? Hát jó nagy kitekintéssel kezdjük, és talán érdemes is néhány gondolatot arról beszélni, hogy a nyugat, az általunk még Edith Piaf korában, vagy éppen Marlene Dietrich korában ajnározott nyugat, az hogy viselkedik egy ilyen helyzetben, hisz ezekre az emberekre, művészekre felnéztünk, és félig meddig talán irigyeltük is őket annak idején, amikor egy gazdasági fejlődést föl tudtak mutatni, bár Marlene Dietrich ugye a két világháború között élt, és egy másfajta világban nőtt föl, és nem véletlenül hagyta el Németországot. De mégiscsak egy gazdasági fejlődés volt ebben a két országban a második világháború előtt, aztán második világháború után, amelyik példát tudott mutatni demokráciáknak, példát tudott mutatni államoknak, egyéb olyan államoknak, amelyek valahonnét elindultak és lépésről lépésre próbáltak előre jutni. Aztán oda jutott ez a két ország, vagy éppen Nyugat-Európa, amelyiket azért is becsültünk, mert a nemzeti öntudat lobogott mindig is bennük, hogy egy kicsit már sajnáljuk is őket. Én legalábbis sajnálom őket, mert valamit elvesztettek, valami nagyon fontosat látszólag elveszítettek, és én abban reménykedem, hogy az emberek még nem, az ott élő, hétköznapokban élő emberek még nem veszítették el ezt a hitet, ezt a nemzeti büszkeséget sem, és ennek azért vannak jelei, csak azok, akik őket vezetik, akikre ideglenesen rábízták a vezetésüket ezek a választópolgárok, szerintem ők tévesztették nagyon-nagyon el az utat. Hisz hogy tartunk most, hogy Nyugat-Európába, hogyha elmegyünk Franciaországba, egy francia nagyvárosba, vagy elmegyünk egy német nagyvárosba, nem azt kapjuk, amit mondjuk irodalomból, filmből, vagy a saját fantáziánkból, elképzelésünkből láthatnánk, vagy szeretnénk látni. Vagy éppen amiről Adi írt annak idején. Vagy éppen amiről Adi írt. Ugyanis van egy olyan város, ha most akkor Párizsról beszélünk, amelyiknek vannak olyan negyedei, ahova a benszülött lakosság, a franciák nem teszik be a lábukat, mert nem érzik magukat biztonságban. Vagy esetleg a rendvédelmi szervek is nehezen mennek be, és talán nem is próbálnak sokszor rendet tenni, mert baj van akkor, hogyha beavatkoznak abba a kis mikrokultúrába, ami ott kialakult. És hogy miért alakulhatott ki? Hát azért, mert valakik máshonnét a származó kultúrából jövént telepedtek oda le. Olyanok, akik azt a kultúrát, amit Franciaországban a francia ősök megteremtettek, hosszú generációkon keresztül, és hogy milyen lett ez, meg hogy honnét indultak, arról nem is érdemes beszélni, de mégiscsak egy olyan kultúrát teremtettek, amelyik példát mutatott Európának, sőt a világnak is. A francia irodalom, a francia festészet, az mindig is valami élenjáró volt, az avantgárd az nem véletlen francia kinevezés, valami előtt mentek, mindig mutatták az utat a kultúrában. És ez a kultúra került veszélybe. És hát, hogyha kitágítjuk megint, ahogy mondtam, tágra nyitjuk egy kicsit a látókörünket, akkor nem csak az a kultúra, hanem ha ez így megy tovább, akkor az az európai kultúra kerül. Sokszínű európai kultúra, de mégis európai kultúra kerül veszélybe, amelyikbe mi felnőttünk, amelyeket mi magunkénak tudunk. És azt hiszem, hogy azon túl, hogy erről beszélünk, hogy mi van Németország, mi van Franciaországban, azért elsősorban arról kell beszélni, hogy hála Isten, sok minden olyan nincs Magyarországon, ami már ott van. És hát legalábbis jelen pillanatban. Jelen pillanatban, ezért mondom, hogy arra kell vigyáznunk, hogy ez ne is legyen. És ennek egyik nagyon fontos eszköze az az október 2-ai népszavazás, amire hívunk mindenkit, pártpolitikai hovatartozás nélkül, mert itt nem pártszavazásról van szó, vagy valamiféle politikai szavazásról van szó, pártpolitikai szavazásról jobban mondva,
hanem itt én hiszem, és egyre többen gondoljuk, így én gondolom az emberekkel való beszélgetés során ez jött legalábbis le a számomra, hogy itt a saját nemzeti jövőnkről, a saját nemzetünk jövőjéről van szó. Unokáink, dédunokáink, ükunokáink jövőjéről. Azt, amit nagyon sokszor már elmondtam, hogy azt, amit megörököltünk őseinktől, akár az első legnagyobbakról, akiket meg szoktunk nevezni Istvánéktól, ezt veszíthetjük el, amit egyébként generációra adtak át eleink, és amit reményeim szerint minél több magyar szeretne a saját gyerekeinek is, unokáinak, dédunokáinak átadni. Államtitkár úr, képviselő úr, azt szeretném, hogy eljussunk majd Kanizsára és Dél-Zalára, és hogy mit jelenthet adott esetben a kötelező betelepítési kvóta, de ha már ezt a szállat és ezt a vonalat megemlítette, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, én sem pártpolitikai irányba szeretném elterelni legalábbis most egy-két percig a beszélgetést, de azért talán érdemes a demokráciáról beszélni, és talán annyi distinkciót itt megengedni magunknak, hogy arról beszéljünk, hogy egy népszavazás, legalábbis szerintem, amiért az önkorosztálya és az enyém is, meg az idősebbek végképp küzdöttek 87-8-tól egészen a 90-es évek elejéig, az például egy népszavazásban csúcsosodhat ki. Amikor mindenkit közvetlenül megkérdeznek, mindenkinek közvetlenül lehetősége van elmondani a véleményét. Ebben a kérdésben azt hiszem, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy igent mond, vagy nemet mond, oda lehet menni az urnákhoz, és lehet üzenni a politikának, hogy nekünk ez a véleményünk. Mit kezdjünk azokkal a véleményekkel, és tényleg nem pártpolitikára, hanem inkább ilyen elvi síkra szeretném a kérdést terelni, akik bojkottálják, szabotálják, otthonmaradásra szólítanak, és így tovább, és így tovább. Nem tudom megérteni őket. De ezek az emberek, tudjuk, hogy kikről beszélünk, legalábbis remélem a többségünk, aki hallgat bennünket, tudja, hogy kikről beszélünk. Ezek az emberek demokráciáért kiáltottak és küldtek vészjelzéseket külföld felé, amikor valamit úgy éreztek, hogy nem kérdeznek meg tőlük. Na nem 90-ben, 2010-es, 2012-ben. Nem, 2010-ben és 2014-ben, és most itt van egy lehetőség, amikor elmondhatják a véleményüket, érdekes módon bojkotra hívják föl a magyar választópolgárokat. Érdekes. Tehát nem tudom megérteni. Persze magyarázatom van rá, de ha lehet, akkor nem fejteném ki, mert nem ez a fontos, hogy remélem ez a szűk kisebbség mit mond és mit akar, hanem az a fontos, hogy nekünk mit kell tenni. Igen, abból kell kiindulni, hogy van most egy olyan helyzet, amikor a magyar kormányzat mindannyiunk érdekében, nekem meggyőződésem, hogy mindannyiunk érdekében kikéri a véleményünket. És talán nem nekem kellene ezt mondani, vagy nem is lenne szabad nekem ezt mondani, de azt szeretném kifejezni, elég határozott véleményem ez, hogy erkölcsi kötelességünk most elmenni. És nem magunk miatt erkölcsi kötelességünk elmenni a népszavazásra, hanem ahogy már az előbb is mondtam, a jövő nemzedék szempontjából. Én nem szeretném azt megélni, hogy a gyerekem, és remélem megérem még azt, hogy az unokám is megszületik, azt mondja, hogy miért engedtétek ezt? Hogy mit engedtünk abban az esetben, hogyha a népszavazás mondjuk egy eredménytelen népszavazás lesz, hogy mit engedtünk, azt meg mindenki sejti. Hát, ha valaki kinyitja az újságokat, vagy éppen bekapcsolja a televíziót és a világhíradókat megnézi, láthatja, hogy mi történik nap mint nap azokban az európai országokban, ahol már kolóniák alakultak ki idegen kultúrából, odament emberekből. És itt most semmiféle terrorizmusra nem akarok célozni, hanem jó szándékú, egyébként sajnálatra méltó emberekről beszélek, akik valamilyen kultúrában éltek, valamilyen szokásokat vettek föl, abban ők jól érezték magukat, mert abban a kultúrkörben azokkal a szokásokkal nőttek föl és élték a mindennapjaikat, majd eljöttek ide több ezer kilométerre, Európába, ahol teljesen más kultúra van. És szerintem az lenne normális, hogyha a vendég jön, alkalmazkodik a befogadóhoz, de azt látjuk, hogy ezt ők nem akarják, és ebből lesz a gond. Ezért kell mindenképpen tiltakoznunk én véleményem szerint az ellen, hogy valaki, mondjuk egy brüsszeli, egyébként senki által meg nem választott valaki, vagy valakik, azt mondják, hogy márpedig Magyarországnak 1000, 10000, 100000, vagy éppen 500000 embert be kell fogadnia. És hova fogadjuk be őket? Na, hova fogadnánk be őket? Hát nézze,
Tábort nem lehet építeni, ennyi tábor nincs, amennyit lehet építeni. Ha tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy be lehet őket illeszteni, vagy be kell őket illeszteni, vagy el kell emberhez méltó módon helyezni, akkor milyen megoldás van? Olyan megoldás van, ami ellen most egy francia kisvárosban például tiltakoznak. Mi történt ott? Bizonyára mindenki hallotta már, aki bennünket néz és hallgat, hogy azért tiltakoznak városvezetők, és azért kérik ki a városban élő polgároknak a véleményt, hogy mi legyen a betelepítéssel, mert a francia kormányzat kiszemelte magának ezt a kisvárost, nem egyedül ezt, csak ezt tiltakozik egyelőre, vagy próbál tiltakozni egy népszavazással, kikérvén az ott élő polgároknak a véleményét. Elhatározta azt, hogy megnézi abban a városban hány üres lakás van, és ezekben üres lakásokban be fog költöztetni az önkormányzat megkérdezése nélkül embereket. Na most, hogyha ezt mi idehozzuk és megpróbáljuk értelmezni, hogyha ez így működik nálunk is, ez az eljárásrend lesz nálunk is, akkor meg kell nézni, hogy Nagykanizsán van 4-500 üres lakás, 4-500 idegen család, nem mondjunk sokat, 5 fővel, az 2000 ember. Idegen kultúrából a magyar nyelvet nem beszélő, lehet, és a német tapasztalatok alapján mondható az, hogy szakmát nem ismerő, vagy éppen ebben a munkakultúrába beilleszkedni nehezen tudó ember ide fog jönni, hol fognak dolgozni, miből fognak élni. Fizetik-e a rezsit? Vagy majd a mi adóforintjainkból kell fizetni a villanyszámlát, a vízszámlát és a többi. Most engem megdöbbentett, bocsánat, hogy közbevágok, de ez annyira konkrét, hogy ezt azért muszáj, hogy egy kicsit vesézgessük. Tehát, hogyha van kötelező betelepítési kvóta, és mindenfajta itthoni ellenzéki hírekkel szemben tegnapra kiderült, hogy soha van, senki hogy nem van. Mondott olyat, van, hogy nincs, van, tehát van. A bizottság szóvivője is cáfolta azt a fajta elméletet, tehát van kötelező betelepítési kvóta, és Magyarországra jön 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 ember, akkor ők lehet, vagy egy részük lehet, hogy Kanizsán kapnak elhelyezést valamilyen központi Brüsszel által vezérelt döntés alapján? Már elnézést, de hát tudom, hogy tudja, és valószínűleg nem véletlen fogalmaztam el a kérdést, elnézést. Hát egy évvel ezelőtt, vagy körülbelül egy évvel ezelőtt azért tiltakoztak Kanizsán és Kanizsa mellett élő emberek, mert ide egy ideglenes elhelyezési tábort akartak építeni Sormás határába. Sormástól 300 méterre, már sormási lakóházaktól 300 méterre, Nagykanizsa belvárosától meg 3 kilométerre. Hát hogy ne lenne ez a veszély meg? Hát hova tudunk elhelyezni több tízezer embert? Jó, csak eddig erről nem beszéltünk, tehát eddig ugye lebegett, hogy betelepítési kvóta, hogy majd Magyarországra esetleg valakik valamikor valamilyen elv alapján jönnek, de ennyire konkrétan talán még erről nem beszéltünk, nem beszélgettünk. Nyilván most van a veszély. Nem, én azt gondolom, hogy rá kell döbbenteni az embereket. Nézzük meg, hogy abban a helyzetben, hogyha ez a helyzet előáll, mit lehet tenni? Hát nem lehet a pusztába tartani őket. Van táborunk? Nincs táborunk annyi. Vagy ha van táborunk, nézzük meg Bicskén, milyen problémák vannak. Vagy Kiskunhalason, milyen problémák vannak. Mennyibe kerülne ez az országnak? Tételezzük fel ezt a helyzetet, hogy van egy ilyen most lehetőség. Mondhatnék számokat, de azt hiszem, ezt nem lehet kiszámítani. Fogalmunk nincs, mert nem tudjuk, hogy hány emberről van. Szóval ugye, amikor kötelező kvótáról volt szó, aztán Szlovákiával együtt megtámadtunk bizonyos rendelkezést, és akkor ilyen önkéntességi alapon azt mondták, hogy első körben Magyarországra, Görögországból elhozott emberek közül, migránsok közül, és még a szót sem szeretem, mert nem migránsok ők, legfőképpen nem menekültek tömegeiben, lehet, hogy van egy-kettő menekült közülük, de nem valószínű, hogy a többségük menekült, sőt, biztos, hogy nem menekült, ezt lehet látni. Mert többségük fiatal ember, akkor hol vannak a nők, akiket aztán igazán védeni kéne? Hol vannak a gyerekek, aztán igazán védeni kéne? Tehát a többség itt férfi, és valami okkal jönnek ők, tehát nem föltétlenül menekültek ők. Tehát máshol nem tudjuk őket elhelyezni, csak valahol olyan helyen tudjuk ezt megtenni, ahol már kialakított lakhatás van. A legegyszerűbb az, amit Franciaországban, Németországban megcsinálnak, panziókat sajátítanak ki, sportcsarnokba költöztetik be őket, és hát tudjuk mindannyian, hogy kisajátítanak ingatlanokat, lakás célú ingatlanokat, és beköltöztetik a betelepült. Teszi ezt maga az állam is, de hát a hírekből azt is ismerjük, hogy azok, akiknek esetleg nem tetszik az, ahova küldték őket,
megnézik, hogy hol vannak üresen álló lakások, és a migránsok, bevándorlók, illegális bevándorlók maguk is foglalnak el ingatlanokat. Egyébként, bocsánat, csak még egy megjegyzés, mert ugye ezt is tudjuk, hogyha valakit ide kvázi menekültként betelepítenek a kényszer erejével Brüsszelből, akkor ők itt abszolút szabadon mozoghatnak. Hát persze. Tehát ők nem zárt táborban lesznek, valahol kapnak elhelyezést, és aztán mehetnek, ahova így csak van, a jókedvű tartja. Ha jól tudom. De Juncker már azt mondta, hogy a kötelező kvóta kvázi megbukott, ettől függetlenül nem is értem, hogy miért erőltetik. Ugyanis Észtországba betelepítették néhány családot, és családok nagy része már nincs Észtországba, mert nem oda akartak menni. De ha tényleg menekültek, ezek az embereknek nem annak kéne örülni, hogy egyáltalán van a fejük felett fedél? Nem, ugyanis megint csak, ha nem hiszi el valaki, olvasson újságot, menjen föl az internetre, keressen híreket, és láthatja azt, hogy ők követelőznek. Ők megmondják, hogy Németországba, Svédországba, vagy éppen hova akarnak menni. Hát ha menekült lenne, nem örülne annak, hogy egyáltalán kap valami segítséget, és nem háborús körülmények között kell élni, és hogy nincs veszélyben az élete. Ehelyett nem veszélyről van szó, hanem követelőzik, hogy ő hova akar menni. Megint egy évre ezelőtt menjünk vissza. A sajtó, és nem akarom egy interjú során a sajtó munkatársa előtt szidni a sajtót, de hát azért érdekes híradások kerültek a röszkei áttörési kísérletről nyugatra, vagy éppen bizonyos internetes újságokban, vagy éppen híradókban megjelent hírek alapján. Mint hogyha a magyar rendőrök támadták volna a migránsokat. Érdekes módon, mintha én úgy láttam volna, hogy őket dobálták kővel. Most az, aki menekült, az neki támad egy rendvédelmi, egy állam rendvédelmi szervének? Hát az nem támad neki, hanem oda megy, és megkéri, hogy helyezzék el, mert ő az életét menti. Ja, hát az a Origó, tehát onnét kéne kiindulni, hogy bennünket akarnak, vagy hozzánk akarják visszahozni ezek az embereket? Hát hol védte az Európai Unió meg a saját határait? Hát itt. Hát itt akarja megvédeni, akkor, amikor Görögországba léptek be az Európai Unió. Nem, Magyarország védte meg az Unió határait, mert Görögország képtelen volt rá. De ugye az Európai Unió egyik tagja, vagy másik tagja Magyarországra akar visszatoloncolni ilyen embereket. Mert ők úgy gondolják, hogy Magyarországról érkeztek ő hozzájuk. Csak hát ugye vannak olyan egyezmények, amelyek azt mondják ki, hogy ahol az Európai Unió területén lépett. De mintha most érdekes módon Görögország nem is az Európai Unió része lenne. Nagyon bonyolult a kérdés. Nem is ezzel kell foglalkozni. Én szerintem azzal kell foglalkozni, hogy meg kell adni azt a lehetőséget a V4-eknek, mert itt nem csak Magyarországról van szó. Négy ország állt össze, azt lehet mondani Európa védelmében, hogy az az európai kultúra, amit az első gondolatok során megbeszéltünk, hogy a miénk, mert ezt örököltünk, meg az őseik ezt a kultúrát alakították ki nekünk is, meg majd a jövendő nemzedékeknek is, ezt a kultúrát meg tudjuk védeni. Jelen pillanatban azt kell mondani, a V4-ek, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország az, amelyik példát mutató módon próbálja ezt a helyzetet megoldani. Először is azzal, ugye ön is mondta, itt védjük Európa határait. Közösen jönnek ide cseh rendvédelmi dolgozók. Most hallottam a hírekben, hogy a lengyelek még több rendészetben dolgozó embert küldenek, határőrt és rendőrt küldenek a mi határaink védelmére, mert tudják, ők felismerték azt, hogy csak közösen lehet ezt a ügyet megoldani. Sőt, jóban lettünk a szlovákokkal is. És igen, és a szlovákok is felismerték, mindenfajta ellenérzést félretéve felismerték azt, hogy nekünk most közös érdekeink vannak, és ők is tudják, hogy Európa jövőjeltét. És ezzel a népszavazással példát tudunk mutatni másoknak is. Nem akarok abba az időbe visszamenni, ahol Európa határait mi védtük, és a mi áldozatunk hozta azt, hogy Európát nem szállták meg mohamedán csapatok. De példát kell mutatni arra, hogy az a nyugat-európai polgár egyre jobban fel tudja emelni a szavát, amelyik a kötelező betelepítés ellen van. Mert jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Svédországban működik a kötelező betelepítés. Igaz, hogy önkéntes alapon, de a polgárok tekintetében ez kötelező, mert el kell viselniük azt, amit egyébként nem kéne elviselniük abban az esetben, hogyha a saját politikai vezetőik azt csinálnák, amire felhatalmazást kaptak. Mert szerintem az ottani politikai vezetők is arra kaptak felhatalmazást, a brüsszeliek is egyébként én szerintem,
az a Brüsszel még lassan úgy viselkedik, mint annak idején Moszkva az átkosban. Arra kaptak felhatalmazást, hogy az európai polgár érdekében ők, mármint a brüsszeliek az európai polgár érdekében politizáljanak, a francia vezetés a francia polgárok érdekeiben, a német vezetés a német polgárok érdekeiben, csak mintha ezt elfelejtették volna. És úgy viselkednek, minthogyha nem is a német polgárok választották volna meg Merkel asszonyt, vagy éppen Hollande elnököt a franciák. Nagyon nagy gondok vannak, nagyon nagy ellenérzés van a mostani politikai vezetés iránt, a nyugat-európai politikai vezetés iránt, és a választások, azok a választások, amik tartományi választások voltak Németországban, vagy éppen az Ausztriában kialakult helyzet azt mutatja, hogy az emberek egy jelentős része, sajnos még nem mindenki, megelégelte ezt a totojázást, ezt a naivitást, vagy hát nem is tudom, minek nevezzem ezt a szándékot, ami ellene mutat annak, amit a polgárok akarnak Németországban, Ausztria, vagy éppen Franciaországban. Államtitkár úr, ön profi politikus, és nagyon ügyesen megkerült egy kérdést, de akkor hadd tegyem föl ezt másként. Azt értettem, hogy nem lehet megmondani, hogy mennyibe kerül ne az országnak, mert hogy nincsenek pontos adatok, hogy mennyien jönnek, és mit kell velük csinálni. Úgy fordítom meg a kérdést, hogy előfordulhat-e, feltéve, de nem megengedve, hogy bizonyos területekről mondjuk a migránsok befogadására kell átcsoportosítani. Lehet-e ennek vesztese a nyugdíjas réteg, az oktatás, a szociális szféra, a gazdaságfejlesztés, bármi, vagy van több 10 milliárd forint arra, hogy még a migránsokat is képezzük, elhelyezzük, jól lakjanak, és így tovább? Persze. Igen a válaszom. Határozott igen. Azért mondom, összeget nem tudok mondani, ki kéne számítani. Most de... így akkor próbáljuk igen, megbontani. Igen, ki kéne számítani, de hát nézzék, több 10 milliárd forint ment eddig is a határvédelemre el. Hát több 10 milliárd forintért sok mindent meg lehetett volna csinálni. Ha csak azt vesszük, hogy Nagykanizsának egy éves költségvetése olyan 11-12 milliárd forint. Ha 30-40 milliárd forint körül van, amit az első időszakban elköltött az állam a határvédelemre, három Nagykanizsa méretű városnak a költségvetését lehetett volna belőle megoldani. Ebben a költségvetésben benn van az, hogy úgy utat kátyúznak, az itt dolgozó embereknek a bérét fizetik, az óvodába az ingyen reggelét, ingyen ebédet és az elhelyezést fizetik, az általánoskolában a tankönyveket ingyen kapják meg nagyon-nagyon sokan, vagy éppen az étkezés egy jelentős részét a rászorultak esetében is most egyre nagyobb arányban megkapják ingyen a gyerekek. Ez mind veszélybe kerül. Hát hogy ne kerülne veszélybe? Hát valahonnét ezt a pénzt el kell venni. Jelen pillanatban azért nem éreztük meg, mert a magyar gazdaság jól működik, van olyan tartalék, amiből ezt lehetett fedezni. És azért tudjuk azt is, hogy bizonyos pénzeket adott az Európai Unió erre. A nagy tömeget azt mások kapták, mi azért itt is háttérbe voltunk szorítva. De nagyon-nagyon sok költségvetési pénz ment a határvédelemre. Hát ha 30-40-50-60 milliárd forintot a magyar gazdaságba be lehetett volna forgatni, ez még emelte volna a gazdaság teljesítő képességét, a gazdasági mutatókat. Ez innét hiányzik. Ettől függetlenül rendben vagyunk, foglalkoztatás tekintetében, a gazdaság növekedés tekintetében, a forint most éppen ugye felminősítették a magyar gazdaságot, erősödik, nem vesszük észre, de abban az esetben, hogy tömegekbe jönnének ide emberek, akiket el kell tartani, hát ez óriási pénzt jelentene. Hát ha valaki olvasta annak a német újságírónak a könyvét, amelyikben taglalja ez az újságíró azt, és tényadatokra alapozva taglalja azt, hogy német államnak mennyibe került ez a durván 1,5 millió ember, akik az elmúlt 1,5 évben jöttek hozzájuk, vagy mentek be hozzájuk, akkor eszméletlen összegek jönnek ki. Mert ott nem csak arról van szó, hogy etetni kell őket, villanyszámlát kell fizetni, fűtésszámlát kell fizetni, vizet kell fizetni. Ezek között az emberek között egy csomó betegség lappang. Ezt meg kell gyógyítani. És vannak olyan betegségek, amelyek euróban több tízezer euróba kerülnek. Csak egy ember, csak egy betegsége. Csak egy ember, csak egy betegsége. Nem emlékszem pontosan a számokra, éppen azért nem akarok mondani. 10 milliárd euróba számolta ez az újságíró, hogy Németországnak mennyibe került eddig, úgy, hogy igazán még komoly problémát, egy járványt, vagy komoly betegségeket tömegével nem kellett gyógyítani.
Államtitkár úr, úgy is kérdezem, mint államtitkárt, aki a munkaerőpiacért, képzésért felel, mert Németországból gyakran hallani azt az érvet a bevándorlás támogatása mellett, hogy a kialakult munkaerőhiányt, és most már tudjuk, hogy Magyarországon is bizonyos városokban, bizonyos területeken úgynevezett funkcionális munkaerőhiány van, vagyis hogy a cégek hirdetnének, vennének föl, csak nincs elég szakképzett magyar munkavállaló, és tulajdonképpen azokban a térségekben bőven 5% vagy 6% alatt van a munkanélküliség. Ezekkel az ide érkező emberekkel lehet-e ezt az űrt pótolni, akik Németországban, például Merkel is a bevándorlást támogatta, tulajdonképpen azzal indokolta, hogy ide kellenek olyanok, akik pörgetik a német gazdaságot. A magyar gazdaságot kell lepörgetni bevándorlókkal. Lehet-e? A németek eddig nagyon jól manipulálták a sajtó, a média segítségével a saját polgáraikat. Félrevezették őket magyarul, hogy mindenki értsé, mit akarok mondani, becsopták őket, hazudtak nekik. Ha arra visszaemlékezünk, hogy mit műveltek a németek is, meg mit művelnek azóta is, amikor a magyar sajtószabadság került terítékre 2010-11-12 környékén, hogy itt nincs sajtószabadság, nem lehet véleményt mondani. Ehhez képest most én nem akarok újságneveket megnevezni, vagy éppen tévécsatornákat megnevezni, ahol fröcsöghetett az ellenzék, ha ahhoz volt kedve, mindenfajta következmény nélkül, szabadon. Németországban nincs ilyen. Németországban nincs véleményszabadság az újságokon keresztül. Majdnem, hogy központilag megmondják, hogy mit lehet írni. És az, aki nem azt csinálja, az partvonalon kívülre kerül. Egy jó héten keresztül nem is volt Köln, és nem is volt Szilveszter a német sajtóban. Igen, példaként ezt akartam fölhozni. Hát elképesztő. Nők százait molesztálják, és a német sajtó, a német rendőrség 4 napig vagy 5 napig hírt nem ad róla. Elhallgatták. Ez Magyarországon előfordulhatott volna? Vagy ha előfordult volna, mi lett volna? Amerikától Kínáig tiltakozott, Kína nem. Amerikától Japánig tiltakoztak volna. Tehát elképesztő, hogy mit csinálnak Nyugat-Európában az emberek manipulálása területén. És most visszatérve a kérdésre válaszoljak, hogy ne figyelmeztessen meg, itt kikerültem a kérdésre adandó választ. Hát hogy tudna beilleszkedni egy munkakultúrába az, aki esetleg a saját anyanyelvén is analfabéta? Hogy tudna beilleszkedni egy magyar gyár munkás közösségébe az, aki nem tud megszólalni magyarul? A választ ezekkel a kérdésekkel lehet, hogy meg is adtam. Hát szerintem nem tudja megcsinálni. Miért? Németországban hányan illeszkedtek be? 50 fő fölött foglalkoztató cégeknél 200-300 embert foglalkoztattak, és multinacionális cégeknél most hallottuk, hogy vita van róla, hogy 52 vagy 64, de hát bocsánat, 1,5 millióhoz képest 52 vagy 64 elhelyezkedő bevándorló, hát ez eléggé silány teljesítmény. És talán egy-két napos hír, hogy közülük legalábbis pénteken, tehát amikor én ezt olvastam, akkor 8-an dolgoztak abban a pillanatban. Tehát annyian helyezkedtek el, és annyian maradtak. Tehát nagyon-nagyon szomorú, és azon túl, hogy szomorú, egyben tragikumikus is, hogy még mindig azt mondják, hogy megoldjuk ezt a problémát, megcsináljuk. Nem fogják megcsinálni. Vagy a saját közösségeiket teszik tönkre. És ezért kell, továbbra is azt mondom, elmenni népszavazásra, és valamilyen választ adni. Valamilyen választ adni. Fölvállalva azt, hogy valakinek az a véleménye, hogy nem, vagy éppen az a véleménye, hogy igen, tehát nem akarja, hogy idegenek megmondják azt, hogy kik jöjjenek idebe, kötelező kvóta alapján, a másik meg azt mondja, hogy szeretné azt, hogy Brüsszel mondja meg, hogy ki legyen a szomszédja. Én nem ajánlom egyébként, hogy Brüsszelben Juncker mondja meg neki, hogy ki legyen a szomszédja, mert Juncker köszöni szépen jól el van, vagy éppen Schulz elnök úr is jól el vannak, ők nem valószínű, hogy a szomszédjukba kapnak ilyen családokat. Ahogy hallom, egyébként már a szegediek is tiltakoztak, ha már Schulz elnök urat hát szóba hozta, mert igen. Ugye ott volt valami kis összekacsintás, vagy valami nem volt. Valami kis deal előfordulhatott. Igen. Hogy menő módon fejezzük magunkat ki. Igen, ott úgy nézett ki, hogy van valami egyesség,
a tekintetben, hogyha a magyar kormányzat nem fogadna be, akkor majd Szeged, mint önkormányzat befogad. De úgy látszik, hogy a szegedi polgárok fölkapták a fejüket, és még a szegedi önkormányzat vezetése, az ottani szocialista polgármester is úgy gondolta, hogy jobb lesz neki azt mondani, hogy ő sem akarja azt, hogy oda kötelező kvóták alapján telepítsenek be valakiket, akiket ők meg nem szeretnének, vagy nem biztosak abban, hogy akarják őket. Mert lássuk be, ezek az emberek egyébként szerencsétlen helyzetben vannak. Én azt mondom, hogy sajnálatra méltóak. Annak a pár embernek kivételve, és nem tudjuk az arányukat, akiket ide küldtek azzal, hogy Párizsihoz, vagy éppen német eseményekhez hasonlókat kövessenek el, tehát terroristákról beszélek. De a többsége még akkor is, hogyha nem menekült, nem háború elől menekült, mégiscsak áldozat. Valakik félrevezették őket, valakik pénzelik őket, valakik ellátják itinerrel, úti kalauzzal, mit kell mondani, mit kell csinálni, hol dobd el az útleveledet, hol vegyél föl hamis útlevelet, mondd azt, hogy 18 év alatti vagy, hazudd azt, hogy szíriai vagy, ismerős mindez nekünk. Volt egy időszak, már emlékszem rá, amikor egy ilyen egy hónapon keresztül mindenki szír volt, és január 1-én született. Így van. Ezt valaki pénzeli. Hát itt több ezer euróval jönnek ezek az emberek ide Európába. Hát ha ennyi pénzük van, és tényleg nem a háború torkából jönnek, akkor miért nem maradnak ott? Miért jönnek a bizonytalanba? Miért jönnek akkor? Miért jönnek egy táborba, ahol tényleg egymásba érnek, és olyan sűrűn laknak? Hát ha ennyi pénzük van, akkor valószínű, hogy valamilyen infrastruktúrát, valamilyen lakhatást tudtak már maguknak biztosítani. Tehát ezt valakik pénzelik, és valakinek bűnös szándéka, hogy ez így történjen, és ezért áldozatok ezek az emberek, mert úgy, ahogy a németek a saját polgáraikat félre akarták vezetni, és lássuk be, többségüket nagyon sokáig az orruknál fogva vezette a német kormányzat, ezeket az embereket is félrevezette valaki. Valaki azt mondta, hogy ott a tejjel mézzel folyó Kánaán, menjetek. Ennek egyik résztvevője az az ember volt, aki migránsokkal csinált szelfinek, mondják ugye az önfényképezés szelfit, amit aztán mutogattak a világban minden, hogy ez a hölgy, ez várja őket, és hajrá, menjünk. Ugye erre született egy bombó, hogy miért akarsz szelfit csinálni, mert kell, és akkor meg is fejtettük, hogy kiről beszélünk. Így van. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ennyire felelőtlenül, hogy másfajta fogalmat ne használjak, viselkedik az Európai Unió vezető politikusainak egy része. Államtitkár úr, bocsánat, nagyjából egy percünk maradt, egyet hadd kérdezzek még, és talán ezzel össze is foglalhatjuk ezt a mai beszélgetést. A kérdés nagyon rövid. Ennek az október 2-ai népszavazásnak mi a tétje, és mi lehet a következménye? Hát, ha össze akarnám foglalni nagyon röviden, akkor a tétje az, hogy engedjük-e azt, hogy mások mondják meg, hogy nekünk mit kell elviselnünk és mit akarunk diktátumként. Nekem megmondhassák-e azt, hogy ki legyen a szomszédom, vagy éppen kivel kell együtt élnem. És a következménye az lehet, hogy abban az esetben, hogyha ezt engedjük, és azt mondjuk, hogy persze, nyugodtan Brüsszel mondja meg, hogy Magyarországon kik lakjanak, nem csak magyarok éhez az ország, hanem mások is mondják a brüsszeliek. Abban az esetben az lesz, hogy Magyarországot nem Magyarországnak fogják hívni néhány tíz év múlva, néhány évtized múlva. Mert Magyarország azért Magyarország, mert többségében magyarok lakják ezt az országot. Azért hívhatjuk nyugodt lélekkel. Egy kultúra, az a miénk, amit megkaptunk és tovább tudunk adni. Ez a magyar kultúra. Még ha egy kicsit vannak is benn színesítő részek, amik gazdagítják egyébként ezt a magyar kultúrát, de mégis ez egy magyar kultúra. Több ezer éves, de ezért éve a keresztény alapokon nyugvó magyar kultúra az, amit megkaptunk, és ami veszélyben van. És mi a következménye, hogy ha szülők vagyunk, akkor az a felelőssége a mi döntésünknek, hogy a gyerekeinknek azt tudjuk-e biztosítani, amit mi szüleink nekünk biztosítottak. És a kormányzat azt kérdezi tőlünk, hogy ezt akarjuk-e, azt akarjuk-e, amit Istvántól elkezdve örököltünk nemzedékeken keresztül, és amit szeretnénk továbbadni, ezt akarjuk, vagy azt akarjuk, hogy ez a kultúra, ez az egységes kultúra, ez a szép kultúra,
és a mindennapjaink szerte foszlanak. Mert erről van szó, a nyugalmunkat fogjuk elveszíteni, a biztonságérzetünket fogjuk elveszíteni, hogyha ez a népszavazás nem lesz eredményes, és nem adunk egy komoly felhatalmazást a kormányzatnak és a V4-eknek, mert nem csak Magyarország kormányáról van itt szó, arra, hogy ezt az álláspontot képviselje, mármint azt az álláspontot, hogy a menekülteket ott kell segíteni, ahol a baj van, ahol a háború van, és nem azzal segítünk őnekik, hogy idehozzuk őket egy teljesen, számukra is teljesen idegen kultúrába. Tehát a tét az, hogy a nyugalmunk megmarad-e, vagy pedig ezt engedjük szétverni. Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, és bár lehet, hogy nekem ezt nem kellene mondanom, de ha már eszembe jutott, akkor mondom, az sem lenne jó, ha mondjuk 20 év múlva nekünk arabul kellene beszélgetnünk egymással egy tévéműsorban, vagy legalábbis arab felirattal ellátva arab nyelvű polgártársaink érdekében. Én abban biztos vagyok, hogy én velem nem tudna beszélni, legfeljebb arab felirat lenne alatta, de ezt még rossz viccnek se próbáljuk föltüntetni és elmondani. Rossz vicc volt, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet, aktuális lesz 2 hét múlva is, viszontlátásra.